Hello, sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amelyben a Gyűrűk Ura, a Hatalom Gyűrűi második évadának az első három részéről fogunk beszélgetni. Műsorvezető kollégáim ezúttal is a Filmbarátok podcastből ismert Gergő. Sziasztok! Valamint itt van még Ákos. Sziasztok! Hát Gáspár és Lóri sajnos nem tudott részt venni ebben az adásban, de azt ígérték, hogy majd a negyedik részről szóló kibeszélőre már ők is felzárkóznak, és ők is itt lesznek velünk, úgyhogy reméljük, hogy így lesz. Érdekli őket a sorozat, csak nem tudták sajnos a saját életrendjükkel összeegyeztetni. Na, de hát akkor ez egy klasszikus TV App szezon kezdődik ismét, épp hogy csak lezártuk a Westeroszi könyvet, nyithatjuk ki a Középföldek könyvét, ugyanis egy újabb eposzi méretű fantasy sorozat rajtolt el, ezúttal ugye az Amazon Prime-on, és egyébként én ezt kifejezetten nem vártam, és nem azért, mert bármennyire is utáltam volna az első évadot, de valahogy a hype az kicsit úgy lelóhadt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de azért annyira nem számoltam a perceket, mint annó 2022-ben az első évadnál. Uh-huh. Ja, én is így voltam, és magamon is meglepődtem, hogy pont amikor ugye vettük fel a Sárkányok házadást, akkor azt hiszem pont Gergő mondta, hogy holnap jön a Hatalom Gyűrűi, és mondom, mi a fasz? Tehát konkrétan elfelejtettem, hogy akkor jön, és tényleg nem volt ez a számolom vissza a napokat, hanem így Jézusom. Mm. És kicsit ilyen furán, és nem tudom, hogy érzem magam emiatt, hogy így itt van egy Gyűrűk Ura sorozat, vagy ott volt a várakozási idő, és így nem volt bennem az, hogy úristen, Gyűrűk Ura sorozat, vagy hát a Hatalom Gyűrűi jön, hanem így okay, majd csinálunk róla adást, meg úgy jó. Hát, hogy nagyon, nagyon ilyen középen vagyok azzal, hogy így mennyire vártam ezt a sorozatot, majd kiderül, hogy mennyire tetszett ez a három rész, de hogy ez a várakozási idő, ez nekem ilyen, talán azért is, mert így visszagondolva az első évadra, minél több időt telik el, annál rosszabbnak tűnik az az évad, és talán ez volt bennem, hogy oké, most ugye ott mindig az volt az adás tematikánk, hogy vajon ki lehet Sauron, és az is volt ugye így a kicsit a középpontja annak a sor, vagy annak az évadnak, és féltem, hogy így a második évadra nem lesz ilyen, és igazából akkor csak egy ilyen, hát ilyen Amazon sorozat lesz ebből a Gyűrűk Ura sorozatból, de kiderül, hogy aztán bármi más lette. Én a magam részéről, én kedveltem az első évadot, és igazából ez tükröződött azon is, hogy hogyan állok a folytatáshoz, csak tényleg én ezt egy, hiába gondolom azt, hogy nagyon-nagyon király dolog ez, hogy ilyen minőségű sorozatok készülnek, és tényleg ahogy vizualitásban már leiskoláznak nagyon-nagyon sok filmet, egyszerűen olyan sok idő telik le az évadok között, hogy az ember kiesik a ritmusból, és így kurva nehéz amúgy tényleg képbe maradni, és emlékezni arra, hogy most kivel mi van, és jelenleg tényleg ebben az egyetlen egy segítség, hogy ezek a recap cuccok, recap videók amúgy eléggé feltörtek. És itt is muszáj voltam megnézni, hogy mi is történt pontosan az első évadban. Nem azért, mert nem volt emlékezetes, hanem egyszerűen azért, mert az én agyam két éves táblatokban már nem működik. Nagyon sajnálom. Tehát, hogy egyszerűen már annyi minden van, meg annyi mindent lehet csinálni, hogy nem tudom már nyomon követni azt, hogy a Hatalom Gyűrűi hat történet szálán pontosan mik történtek. És igen, utána nekiültem, megnéztem azt a videót, és utána meg elkezdtem az évadot, és igazából rájöttem, hogy tök könnyű ebbe visszarázódni. Tehát onnantól kezdve ugye, hogy kb. Újra fel lett előttem mázolva, hogy hol is ért végre az első évad. Elindult a második évad, és én igazából így újra ugyanott éreztem magam, tehát hogy nagyon hamar visszajöttek azok, hogy én amúgy miért kedveltem ennek az első évadát is. Mm-hmm. Egyébként én kicsit furcsán éltem meg az első évadot, mert szerintem egyáltalán nem volt annyira rossz, mint amennyire lehúzták. Ugye főleg az ilyen Redditnek a métejei, a igaz ilyen Tolkien őrültek, akik meglepően véres szájúak, és meglepően hát kicsit már ilyen
na mindegy, hagyjuk. Szóval nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vesznek minden egyes változtatást, és review bombolták is egyébként az első évadot, de én elfogadom azt, hogy ez a fajta mystery boxra épülő történetmesélés az első évadban a sokaknak inkább elidegenítő volt. Viszont nekem kifejezetten tetszett az, hogy legalább nem pontosan ugyanazt akarták csinálni mindenben, mint a filmek. Tehát, hogy nem ugyanazt a fajta klasszikus mesei történetet akarták ők is, hanem valamivel újítóbban, valamivel érdekesebben ezt megoldani. És szerintem a Mystery Box rész a Sauron per Holbrand szálánál szinte nekem végig működött. Tehát, hogy ott az tökre passzolt történetben is, és érdekes is volt szerintem. Nem mondom, hogy az első rész után rájöttünk, hogy ő Sauron, hanem úgy szépen csepegtetve. Viszont ugye a Strangernek a szálánál ez meg kifejezetten rosszul jött ki, ugyanez a fajta mystery boxos hozzáállás, mert ott rétes tészta effektus játszódott be, és azáltal ugye nagyon el volt különítve a fő sztori szálltól, még kevésbé értett, hogy miért kell ezt ennyi ideig húzni, és azon kívül, hogy minden gyűrűkorába kellenek gyaplábúak, meg per hobbitok, meg mágusok, most ez miért van itt? És egyébként elkezdtem újra nézni még az első évadot, és ugyanezt éreztem, hogy a fő történetszál az nekem tetszett, meg nagyon igényesen van megalkotva szerintem látványilag, tehát abban nem lehet belekötni, de nagyon széles spektrumon mozognak itt a történetszálak. Valami nagyon érdekes, valami meg full érdektelen, és szerintem emiatt is volt az, hogy sok néző elpártolt ettől a szériától, mert nem egy ilyen egyértelműen nyomon követhető történetet kapott, mint a filmekben, hogy van egy küldetés, itt van ez a gyűrű, el kell vinni A-ból B-be, és meg kell semmisíteni, és kész. Hanem sokkal összetettebb történetet próbáltak megalkotni. Én nem tudom egyébként, hogy most mennyire lehet sikerről beszélni, nyilván nem tudjuk a pontos nézési adatokat, de szerintem így egy mondatban nem érzem a második évadon azt, hogy visszafogtak volna bármit, így a látványból, a költségvetésből. Sőt, tehát nekem most javítsatok ki a tévedek, lehet, hogy csak belelátom, de mintha sokkal filmszerűbb lenne az egész. Tehát, hogy így sokkal jobban tetszik a képi világ ennek az évadnak, sokkal inkább érzem azt, hogy ez a gyűrűk ura, amihez én szoktam. Nyilvánvalóan az első évad is csodálatosan nézett ki, meg csodálatosan technikailag, és itt a második évadnál is az egy biztos volt, így a három rész alatt, hogy ez technikailag, ez tehát, hogy ez létezik sorozatként, ez egy csoda, hogy így, itt vagyunk 2024-ben, és ez egy sorozat. Mm. és egyszerűen gyönyörűek a képek, gyönyörűek a díszletek, tök jó, hogy így ezeket, ugye ezt a VFX-et, meg a díszleteket így ilyen egyvelekként használják, és nem egy ilyen hobbitot kapunk, hanem egy ilyen autentikus középföldét ezek miatt. Tök jók a maszkok, tök jó minden, a színek, és tehát, hogy nekem ez így, ha még nem is lenne jó ez a sorozat, történet szempontjából, akkor ez engem már így elvinne, hogy így ilyen a szemnek egy ilyen pornó, hogy ilyen középfölde pornót nézünk. De hogy tényleg. És itt ugye azt még meg kell említeni, hogy ugye az első évad jelen volt még a Bayona, a nagy mesterrendező, a spanyol rendező, viszont a második évadhoz már nem tért vissza, és itt már csak hát a Charlotte Brett Sturm a főrendezője ennek a sorozatnak jelenleg, és tehát ez abszolút nem lehet még észrevenni. De az első három résznél is úgy voltam az első évadnál, hogy így el voltam állva mindentől. Szerintem, ha jól emlékszem, meglátjuk, de most jelenleg tényleg így el vagyok ájulva, így attól, hogy ez így kinéz, meg ahogy így tálalva van. Én amúgy arra tudok gondolni, hogy azért nézem úgy ki ez ennyire jól, mert valószínűleg észszerűsítették a production-t, legalábbis azon nagyon meglepődtem, hogy a második meg a harmadik részen is több rendező van. Tehát nem csak Charlotte Brandstern volt, hanem van mellette a Louis Hopper, és szerintem az volt, hogy itt valószínűleg párhuzamosan dolgoztak. Tehát, hogy itt nem egy embernek a nyakába varták, és akkor tudod, sokkal idő
sokkal több ideig tart összerakni, leforgatni, utómunkázni minden, hanem itt valószínűleg felosztották a munkafolyamatot, és akkor több helyszínen forgattak, több díszletben dolgoztak, ugye itt a színészeknél nem is sokszor van átjárás, legalábbis a történet szálak között, és gondolom azt, hogy ezáltal, hogy megbírták osztani, így egyszerűen mindenre jutott megfelelően idő. Igen, egyrészt ez, másrészt meg szerintem Gyűrűk Ura sorozatot máshogy nem is lehetne csinálni. Tehát, hogy ez a vagy a nem spórolunk semmit, vagy inkább ne is csináljuk meg egyáltalán, mert azért a filmekben szerintem a filmek annyira a mi idegrendszerünk részei váltak, és mindenkinek a tudatalattiában ott vannak Peter Jackson képkockái, hogy nem lehet ezután egy olcsó, gyengebb minőségű ilyen Netflixes, mosottas produkcióval előállni, mert egyszerűen az első trailertől összeomlott volna az egész. Úgyhogy erre azt mondom, hogy itt minden fillér jó helyre került, de mielőtt nagyon belemennénk a részletekbe, a hallgatóknak a véleményére vagyunk ugye nagyon kíváncsiak, ismételtem, most csak az első három résszel kapcsolatban, és ismét arra kérnénk mindenkit, hogy a spoilerek től óvakodjanak, és ne írjanak semmiféle könyvspoilert, mert nem szeretnénk ellőni ezeket senkinek, úgyhogy a YouTube videó alatti kommentekbe várjuk ezeket a hozzászólásokat, de tudtok nekünk e-mailt is küldeni a tunap314@gmail.com címre, fent vagyunk Facebookon és X-en is, facebook.com/radiotunaup, X-en pedig az @radiotunaup néven tudtok minket megtalálni, és Gergőt is megtaláljátok X-en nem más néven, mint Csabi Gergó. És Ákost is nem más néven, mint Lenoxas, aki. Az én X nevem pedig @AndrásUp. Az adás hallgatható SoundCloudon, Spotifyon és Apple Podcasten is, utóbbi kettőn, hogyha 5 csillagos értékeléssel támogattok minket, azt nagyon szépen megköszönjük, illetve Patreon oldalunk is van, patreon.com/radiotunaup. Na, mielőtt az eseményeket kibeszélnénk, ugye itt ami változás történt a sorozattal kapcsolatban, az a forgatási helyszín. Ugyanis az első évad ugye teljes mértékben Új-Zélandon forgott, egy elég hosszadalmas folyamat következtében, ugyanis a Covid pont lesújtott rájuk, és valami 6 hónapos ilyen kényszerszünetet kellett tartaniuk, amíg nem forgathattak semmit, úgyhogy azt olvastam, hogy több angol színész 2 éven keresztül nem tudta elhagyni az országot, és nem tudott hazautazni. Ami innen a Kárpát-medencéből azt mondom, hogy én annyira nem bánnám, hogyha Új-Zélandon egy luxus hotelbe kéne várnom, de lehet, hogy mondjuk pár hónap után már én is inkább hazavágynék. Hát ráadásul ugye Új-Zélandon volt a legkevesebb Covid halálozás, ha jól emlékszem, tehát ilyen 10, igen. Nagyon durva. Igen, tehát hogy, és ugye ez azért is volt fontos, mert azért sok olyan ember dolgozhatott ezen a sorozaton, akik annó a Peter Jackson filmeken is dolgozhattak, tehát érezni lehetett a DNS-t mindenképpen. Viszont a második évadra azt a döntést hozták, utána olvastam, de elég bonyolult, nem egy egyértelmű, hogy miért, az a lényeg, hogy a Egyesült Királyságba vitték át az egész produkciót, ami egy irdatlan nagy logisztikai feladat lehetett. Tehát oké, hogy mi leülünk a kanapére vagy a fotelre és nézzük egy óráig, hogy milyen szép a látvány, de hát emögött több száz vagy több ezer embernek a feszített munkája volt, hogy minden egyes díszletet, minden egyes jelmezt, kelléket, azt hiszem 80 vagy 90 konténerben hajón szállították át az Egyesült Királyságba, és ott nulláról újra kellett építeni mindent. Úgyhogy ez azért egy brutál logisztikai feladat volt, és egyébként ettől tartottam is, mert azért Új-Zélandnak van egy nagyon egyéni képe, földrajzi képe, ami összefort középföldével, és azért a Anglia meg az Egyesült Királyságnak azért nincsenek meg azok szerintem azok a havasegy csúcsai, mint a déli szigetnek Új-Zélandon, de szerintem itt azért sok CGI rásegítés is volt, és nekem összességében nem, tehát hogyha nem mondja senki, akkor nekem nem tűnik fel, hogy ez egy teljesen más földrészen forgott. Meg amúgy nem tartom kizártnak, hogy azért mondjuk ilyen távoli felvételeket, mondjuk ilyen vágóképeket nem vettek fel attól még Új-Zélandon. Jaj. Tehát, hogy mit tudom én, a közelieknél, ott Angliában rohangáltak a drága színészek a műfülekkel, és amúgy meg tényleg, amikor ezek a kis bevezető képek voltak ott, meg mondjuk rögzítettek pár dolgot az eredeti helyszínen. Aztán lehet, hogy nem, az meg igazából mindenhogy szép. Tehát, hogy...
Igen, tehát nem, ezt még nem lehet észrevenni, hogy ez nem Új-Zélandon forgott, de hogy tényleg, amikor így forgatták ezt az évadot, akkor jöttek ilyen rémhírek, hogy mik történtek a forgatáson, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy olvastátok-e annak idején, de hogy volt olyan eset, amikor egy tűz ütött ki a díszletben, valami leégett, meg egy ló is meghalt. De azt hiszem, az nem forgatás közben, az még ilyen előkészületek alatt, vagy nem tudom, tehát, vagy két forgatás között. Tehát voltak itt is azért ilyen kulisszák. Tehát lóhalálában forgatták. Ha, igen, jó. Szegény ló, igen. Csak volt igen. Az kerek szegény lónak. Igen. Igen. Úgyhogy voltak ilyenek is, illetve ugye András említetted a Covidot, hogy az első évben az törte ketté, ha jól tudom, itt meg pont a Zero Színész Strike. Pont igen. Így keresztül húzta ezt? Vagy hát, nem tudom, de... Azt olvastam, hogy az utolsó 20, kb. 20 vagy 25 forgatási nap már nem lehettek ott ugye a vezetőírók, a showrunnerek a forgatáson, de azon kívül olyan nagyon durván nem sújtotta őket szerintem. Hát az meg lehet, hogy én legalábbis azt olvastam, hogy valamilyen nagyon nagy csatával készülnek az utolsó epizódra, és lehet, hogy ott már amúgy akkor nem is kellett feltétlenül a showrunner. Most író mit mondja, hogy ezt az orkot üzle, vagy azt az orkot üzle, tehát most tök mindegy. Meg tehát, ez a Charlotte Brandström, ő már ilyen társalkotó is, tehát hogy azért rábízták azt, hogy hozza meg ezeket a nagyon fontos kreatív döntéseket, hogy akkor most a szabjával vagy a fusánggal üsse le az orkot. Tehát én úgy tudom, hogy nem, jelenállás szerint, és ráadásul ezt az évadot még az első évad utómunkálatai között írták, tehát hogyha mondjuk bármiféle feedbacket kaptak volna, akkor az már csak a harmadik évadra fog nekünk láthatóvá válni. Igen. Úgyhogy a kreatív alkotók egyébként nagy rész maradtak, tehát ugyanazok a showrunnerek, nagy rész ugyanaz az írószoba. Színészekben volt két változás, az egyik ugye, hogy a Bronwyn alakító színésznő önhatalmulag távozott, de így az egész színészkedéssel ő egyébként felhagyott, mert valami humanitárius munkát akar inkább végezni. Illetve a Adart alakító színész, aki ugye korábban milyen Stark volt? Benjen bácsi. Ő, hát azt nem tudjuk, hogy miért, de őt leváltották egy másik színészre. Ezen kívül mást én nem vettem észre. Hát mondjuk szerintem tök rendben van amúgy az új színész, csak tényleg annyira ilyen jellegzetes feje volt az első évadban, hogy ott úgy picit szoktam kellett a dolgot, de mindegy, hogyha már cserélni kell, akkor ennél rosszabbul sose sikerüljön. Igen, meg szerintem ez egy olyan csere, amit így most nem a színész fikázó, de hogy alig lehet észrevenni. Tehát szerintem, hogyha amikor tudtam róla, hogy lecserélték, és úgy néztem az epizódot, akkor se volt ez a fejemben, hogy ez most egy másik színész, tehát nem egy ilyen... Vagy Martin Lawrence-től kasztingoltak. Chris Hemsworth helyére nem egy Martin Lawrence kasztingoltak. Vagy Jai Courtney-t. Igen. Jai Courtney-t bárki helyére. Tehát itt szerintem egy jó csere volt ez az egész, és nem ment a rovására a karakternek, sőt. Igen. Ugye mivel egybeadták ki a három részt, én nem akarok minden jelenetről beszélni, hanem inkább most így összességében beszéljük át, hogy kinek hogy tetszett ez a három epizód, és aztán persze majd a fő történet szálakat átvesszük, de azért érezhetően ez is csak egy felvezetés. Ugye amit ígértek az alkotók előzetesen, hogy ez az évad inkább Sauronra fog koncentrálni, és én ettől kicsit amúgy megijedtem, mert miért kell már megint a gonoszt szarrába lehetni? A lelki hátterét kielemezni, meg az ő gyerekkorát, meg ilyenektől féltél, hogy ez lesz? Igen, és így annyira, három részről beszélek továbbra is, de annyira megkönnyebbültem, hogy Sauron egy geci, és ennyi. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy őt most így megfejtik pszichológiailag, hanem egyszer csak bemutatják, hogy ő mekkora egy geci. Meg nem próbálnak belőle jó embert csinálni, hogy én annyira megijedtem a hajós jelenetnél, amikor ott az öregre ott ráesett az a fa darab, és akkor, hogy jaj, most ki fogja segíteni, mert eddig jót átért, és így nem.
Ez de az! Te méretes geci, ez az! Igen, és egyébként én úgy voltam ezzel az egésszel, hogy ebben az évadban, ebben a három részben továbbra is, Charlie Vickers sokkal jobb. Tehát, hogy így van egy kisugárzás ennek az embernek. Amikor az előzőseket megnéztem, akkor azért nagyon féltem ettől a tündeviktől, vagy mi ez magyarul, de hogy ez a haj, ez a tündehaj, és abszolút nem lehet észre, vagy hát tehát nagyon jól hozza a Charlie Vickers azt, amit kell, és meglepően jó. Annak idején ugye a készítők azt nyilatkozták, nem tudom most pontosan idézni őket, de hogy egy ilyen a Sauron lesz a Rings of Power-nak a Heisenbergje, és akkor én is ettől elkezdtem kicsit félni, hogy az ilyen, átmenjünk ilyen antihős Sopranos történetbe, de talán nem kell tőle félni, mert ha ebben az irányba megy, és igazából csak bemutatják, és úgymond kicsit áttérezhetőbbé teszik azt, hogy ő miért Sauron, vagy hogy miért ilyen, akkor nekem az már teljesen jó, tehát nem akarom azt, hogy itt felneveljen kis Sauronokat, meg nem tudom, tehát ilyen ne legyen. Volt egyszer a családja, tudod, a gyerekei, mint a Magneto, próbált normál életet élni. Kutyája. És elvették tőlem, vágta most pedig tündék. Igen. Én is amúgy azt vettem észre a színészen, hogy igen, ez az eltitkolt reménybeli király, amit ugye az első évadban pedzegettek, hogy egy ilyen Aragorn-szerű karakterű, akire vár a korona, de ő mégsem akarja, és egy ilyen karizmatikus, daliás lovagot akartak belecsinálni, és ez nem állt jól neki. Viszont innentől kezdve, hogy ugye lekerült az állarc, és innentől kezdve ezt a csúszó, mászó, ármánykodó kígyónyelvű rohadékot nyomja, ez rohadt jó. Tehát ez jól áll a színésznek amúgy nagyon. Úgyhogy én is így összetettem a kezemet, hogy jó döntést hoztak, és végül amúgy itt is így valahol beérett a gyümölcse annak, ami eléggé riszki volt amúgy még az első évadban. Igen, úgyhogy én összességében a három résszel kapcsolatban kicsit hasonlót érzek, mint annó az első évadnál, hogy így nagyon erősen kezd az első rész, aztán a második rész is jó, és a harmadik az már kicsit ilyen közepeske, tehát kicsit úgy beleuntam, de ez igazából csak annak a következménye, hogy ugye nem minden sztori szál ugyanannyira érdekes, tehát a Sauron, Galadriel, Elrond, meg a törpök szála nekem az úgy abszolút minden jelenet érdekes, a Stranger és a gyaplábúak az ilyen semmi, tehát középszinten van, és ami egyáltalán nem működik nekem továbbra se, az a Numenori történetszál, és azon belül is Isildur, meg Elendil, meg a többi. Úgyhogy azt... Isildur most jó volt szerintem. Hát ő maga igen, de tehát, hogy inkább akkor az a pucs, meg az a hülye sas, meg ezek, tehát hogy az nem... Ja, akkor két különböző dologról beszélünk, tehát igen? Az Isildur, tehát hogy az jó, Isildur az nem két... Numenorban van. Jó, tehát... jó, igazad van, tehát akkor van az Isildur szála, ami nekem szintén ez még ez a Stranger gyaplábúak nulla szintjén, és akkor ami Numenorban játszódik konkrétan, az, ami kifejezetten untat, és nem tetszik nekem sajnos, de ez azért is lehet, mert az is egy annyira külön mozog mindentől, tehát hogy nincs abszolút bele építve a hatalom gyűrűinek a sztori szálába jelenleg, hogy emiatt vagyok kicsit türelmetlen. Igen, tehát valahogy én is így vagyok ezekkel a részekkel, én bevallom össze, amikor megnéztem az első részt, én nagyon boldog voltam. Az első részt nem rohadt jó ennek az évadnak. A második is, és a harmadik tényleg ilyen oké. De az is csak azért, mert tényleg a Numenori történetszál az ilyen számomra érdektelen. És pont azért, mert érdektelenek ezek a karakterek nekem. Sőt, most hirtelen nem is tudtam, hogy a régens királynőt miért utálják ennyire. Tehát, hogy így úgy néztem azt a részt, hogy így fogalmam sincs, hogy őt miért utálják. Nem néztél te is ilyen recap-et amúgy? De, néztem, de hogy így akkor, ezek szerint akkor pislogtam, vagy nem tudom, de hogy... Hát ő vitte ugye halálba a Numenori katonákat. Tehát igen. Tehát ezabalt azért haragszanak rá. Ja, értem. Na, ez egy fontos dolog, de hogy akkor hát sem... Hát a háború lesz... párti volt, a békén. Háború párti, igen. A lipsi. De hogy
hogy már az első évadban is ezek a karakterek nem voltak érdekesek számomra, és most se lettek, most ezzel a koronázással a végén nem meglátjuk, merre fut az a történetszál, de hogy így nem, tehát ott az a így visszajöttek azt emlékek, amikor ott az a fiatal ilyen futárgyerek ott elkezd kötekedni a másik, úristen, ezek a karakterek tényleg, tehát hogy őket már úgy elfelejtettem, és tényleg ezek vannak, akik abszolút nem érdekelnek, de hogy közben meg ez a sorozat, ez tök jó, és kicsit sajnálom, hogy TV-appozzuk abból a szempontból, hogy szét kell cincálni kicsit ezeket a történetszálokat, mert ez a sorozat, ez ilyen, hogy mondjam, tehát nem egy House of the Dragon, ahol itt most így szét lehet bontani a karaktereket, és hogy ki mit csinál, hanem ez egy ilyen tök jó kaland sorozat. Tök jó, valahol egy kicsit ponyva. Egy mese, igen, egy nagyon jó mese. És élveztem nézni ezt a három részt, és meglepődtem, hogy mennyire jól volt így adagolva ennek a három résznek így a dinamikája. Jó, a harmadik résznek ott azért a Numenor fölénybe volt, de hogy ez meg tetszett nekem, hogy amit a Sárkányok házán ugye azért mondtunk, hogy itt néha nem mernek karaktereket kiadni epizódból, itt azért fontos karaktereket kiadnak. A Rondir nem volt az első két részben konkrétan. Konkrétan. Nem. A harmadik... Még főszereplő volt az első évadban. Igen, a harmadik részben meg nem volt Galadriel. Tehát, hogy így ezek tök... Meg Stranger se volt talán. Tehát, hogy így ezek nekem nagyon tetszenek ezek a döntések, és így sokkal feszesebbnek tűnik a történetmesélés. Ezzel egyetértek amúgy én is, hogy ez nagyon hamar feltűnt, hogy nincs ez, hogy Démon 8 epizódon keresztül szédeleg izéharánhal van, úgy tűnik, hogy ezt mémelni fogjuk szerintem, hanem tényleg így nem tudnak Arondírra most írni külön történetet, Isildur sem szerepelt lehet az első kettő epizódban talán. Csak a harmadikban. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy igen, ő neki majd később lesz szükség a történetben, és ráadásul az Isildur tök jól el volt helyezve a történetben, tehát hogy nem is éreztem azt, hogy mennyire tanástalanok, és akkor jó, kezdjünk vele valamit, hanem igen, ennek itt a helye, jó, legyen. És ez tök fasza volt, és a Sauronra ott ugye egy kicsit többet szerepeltették, és ott viszont ugye mindig fontos az, amit csinál, és ugye játszmázik meg minden, akkor egy kicsit több időt kap. És annak ellenére, hogy ugye itt nem ilyen hiper rétegelt karakterekre számítunk, mint mondjuk a House of the Dragon-nél, így itt ez tök rendben van, hogy igen, itt van egy karakter, aki szkeptikus, és akkor ő mondjuk úgy, itt ugye most az Elrond volt az a karakter valójában, aki meg a Durin, igen, a Durin volt a másik, és hogy igen, ő nekik meg volt a maga kis gondolatvilágok, és akkor ezt vitték tovább, és hogy tényleg nem, nincsen egyszerűen túl bonyolítva, nincsen egyszerűen az a gondolat a készítők fejében, hogy ilyen eszement nagy varga betűket kell leírni, hogy az embereknek fenntartsuk az érdeklődését, hanem a kis egyszerű maga menetében ez így el van, és ez működik, és oda teszik az ilyen nagyon nyakatekert megoldásokat, ahova itt írik, és az pedig itt a látványvilág jelenesebben. Tehát, hogy érződik azért, hogy tényleg eszméletlen munka van mögötte, és nem azt mondom, hogy az írás viszont rossz, hanem egyszerűen az írás az megmarad egy ilyen teljesen oké szinten. És lehet, hogy amúgy itt nem is kell olyan eszméletlen kemény flexelést csinálni, mint bármilyen másik ilyen nagy politikai thrillernél. András, a mikrofonra váltottál szerintem. Most jó? Igen, aha. Most jó. Bocsánat, úgy tudik, hogy milliméterek is számítanak. Akkor nem mozdulok meg a következő egy That's óra. That's what she said. Ami nekem nyilván egyértelmű, de ki kell emelni a zenét, továbbra is fenomenális, bár olyan sok új téma nincsen, ott a Ruinnak van egy új témája, de az eddigiek is annyira kurva jók, hogy bármikor örömmel hallom bármelyiket is, rengeteg téma van, és én ezt annyira szeretem, hogy minden karakternek külön témája van, nemzeteknek, világoknak, minden, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Igen, és ezeket, ahogy így egyben reszti néha ott, pont amikor a Galadriel meg az Elrondnak a kezdő jelenete ott, hogy a két téma úgy összeforra, és abból lesz az egy üldöző zene. Ah,
csodálatos. Meg a, és, ahogy és... hülyeséget beszélek, vagy volt tényleg gyűrűk ura téma is? Nem volt, de nem volt? Úgy volt, hogy az első, hogy az utolsó részben volt egy ilyen dal, ami olyan, mint a gyűrűk urában egy dal, ilyen sejtelmes, egy gyűrűkről szóló dal, igen. És annak a témáját már használja sokszor a komponista, amikor a gyűrűkről beszélnek. Tehát szerintem arra hiheted azt, hogy gyűrűk uraszerű, de abszolút ugyanazt a fajta feelinget hozza, de nem pontosan ugyanazok a hangjegyek. Ami még kiemelendő nekem, hogy tetszik, hogy a Galadriel meg az Elrond sem ilyen tökéletes emberek, hanem sőt, kifejezetten a Galadriel nekem tetszik, hogy gyakorlatilag egy ordinári nagy hibát próbál ő folyamatosan jóvá tenni, de ilyen 4D-s hakkoznia kell a Sauronnal, és nem tudja, hogy akkor ez most az ő döntése, vagy Sauron manipulálja, most akkor ő megszerette ezt az ember, de azért szerette meg, mert a Sauron azt akarta, tehát hogy már ilyen bántalmazott kapcsolatból kitakadt ember a Galadriel, és szerintem tök jó, hogy... Gaslightolva van szegény. Tehát egy érdekesebb karakter lett ezáltal, mert az első évadban megölték a testvérét, és akkor bosszút áll, és akkor ő a nagy hadvezér, meg mizé, de hogy azáltal, hogy végig az óránál fogva vezette a Sauron, szerintem így sokkal érdekesebbé vált. Elrond meg, aki ugye próbál kemény lenni, és próbál kiállni az igazáért, de a jó szíve az meg nem engedi, és ettől lesz érdekes, úgyhogy nekem ők, meg Durin is továbbra is kifejezetten tetszik, és jó őket nézni. Aha. Még ami kiemelendő pillanat, bár erről úgy is beszélünk, hogy tehát azért ez egy iszonyat nehéz írói feladat, hogy na akkor most kimondjuk a sorozat címét, és ezt adjuk elő úgy, hogy ez ne legyen geci kínos, és szerintem a Anatár, amikor megérkezik, hát az egy ilyen brutál jó jelenet, tehát mint a Lucifer angyalnak öltözve, egy reneszánsz festményből kilép, és előadja, hogy akkor te vagy a gyűrűk ura, hát ott azért szerintem sok rajongó így a mennybe menetelt, mert az szerintem tökéletesen lehozta ezt a fajta világot. Hát az a gusztustalan gics, mint amikor a fehér Gandalf megjelent. Én egy kicsit azt éreztem amúgy mögötte, hogy igen, érzem azt a abszolút öklendezésre ösztönző pátoszt, ami ebből árad, de hol ne legyen ez, hogyha éppen itt? Tehát, hogy ennek így kellett lennie, és ez marha jó volt. Ráadásul tényleg az, ahogy megint csak így megláttad a következő fogaskereket ebben az egész nagy Sauron átbaszásban, meg hogy ha már Galadrielt emlegetted, ugye hogy ott is tetszik, hogy a Galadriel itt folyamatosan amúgy meg van hűítve a gyűrű által. Uh-huh. Tehát, hogy ott ugye így nincs az, hogy a Galadriel szíve tiszta, és őt ezt nem rontja meg, és hogy ő fölött áll, és ő átlát ezen, hanem folyamatosan az van, hogy még a legbölcsebbeket is ez amúgy teljesen le tudja téríteni uh-huh. a sínről. Igen. Már most látszik egyébként, hogy sokkal rétegeltebb karaktereket kapunk, mint az első évadban. Kicsit én ebben reménykedek, hogy sokkal bevállalósabb lesz ilyen szempontból az évad, és látszólag eddig az is, mert nem ezt a fekete és fehéret látjuk, amihez így hozzászoktunk, hanem itt azért vannak különböző árnyalatok. Nekem a, nem tudom magyarul, hogy kell mondani, hogy Celebrimbor vagy Celebrimbor, mert ugye... Celebrimbor. Igen, de hogy az ő karaktere is baromira tetszik, hogy az első évadban ugye semmi, úgy nem emlékszem rá, hogy úgy bármi különös lett volna ez a karakter, de hogy itt meg ugye egy konkrét ilyen sorstragédia van mögötte, hogy ő miért akarja ezeket a gyűrűket elkészíteni. Oppenheimer amúgy teljesen. Ja, egyébként abszolút, igen. Tehát, hogy éppen az atombombákat kísérleteznek, és közül csak mindenkinek az ad atombombát helyből. Tehát, hogy tessék egy atombomba, neked is. Mindenkinek igen, jár. És akkor Észak-Korea, gyere! Igen, és akkor még ott mellettek a két lábú járó ördög, tehát így, ez így csodálatos, és tényleg nagyon izgalmas se teszi ezt a karaktert. Meg hogy ő igenis saját maga is kicsit önző, meg kicsit lelkes, meg ő ezt akarja, végre megmutathatja magát, tehát, hogy ő se egy ilyen makulátlan ember, aki csak úgy segíteni akar, hanem igenis azért ő meg akarja mutatni magát, hogy ő erre képes, és ő tényleg geci, hogy gyűrűket tud csinálni. Igen. Tehát ez is nekem tetszett összességében, illetve
ami még ilyen, még akár ilyen mondani való és aktuál mondani való szintjén is értelmezhető, ugye főleg az első részekben beszéltek erről, hogy a tündéggyűrűk azokat mennyire etikus használni, és mennyire etikus ezekről beszélni, és kicsit ez a mai világunknak, hogy az alkotó elválasztható-e az alkotásától, amikor kiderül egy színészről, hogy pedofil, vagy egy íróról, vagy rendezőről, hogy pszichopata, de alkotott egy gyönyörű mesterművet, akkor az most önmagában akkor el kell dobni, törölni kell a világból, vagy pedig ugyanúgy lehet róla beszélni, és itt azt éreztem, hogy a gyűrűkkel kapcsolatban is ugyanez a helyzet, hogy attól, hogy a Sauronnak köze volt hozzájuk, konkrétan attól még ezek rossz tárgyak-e, úgyhogy nem tudom, nektek ez eszedtekbe jutott-e, de szerintem ez tudatos is lehetett az írók részéről. Biztos. Abszolút, és én amúgy itt Tim Elrond vagyok, hogy azt el kell pusztítani, ami ezt hozzányúlt a Sauron, sajnálom, tehát hogy egyszerűen ez túl veszélyes ez az arc. Tényleg, hogyha már így mondtad ezt a cancel dolgot, hogy nekem ez eddig nem tűnt fel, és nem tudom, hogy, de a faszi, aki ugye ezt a Gil-galad királyt játssza a tündék között, nem kiköpött Kevin Spacey amúgy. De amúgy igen. Annyira Kevin Spacey, hogy nem igaz. Emiatt ne kenszülőjük, de hogy olyan pontosan ugyanolyan kalácsfeje van, meg még ez a jellegzetes kicsit ilyen biccentve beszélés, egy kicsit lejjebb horgasztja a fejét, és úgy beszél, máskor pedig éppen így teljesen, már kb. A derekánál van a feje, és így feltartja a homlokát, tehát hogy ez a fajta színészi játék, ez tiszta Kevin Spacey, ezt én nagyon adom. Eddig ebben nem gondoltam bele, de ez kevésbé fáj, mint amit a Freddy mondott a filmbarátokban, szegény Sorterről, azóta Josh Hartnett nem ugyanolyan, meg Sorter se számomra, szóval. Szerintem az amúgy tökéletben van, hogyha valaki Josh Hartnetthez hasonlítanak. Most abszolút. Nem a csapdás karakterről beszélünk, ahhoz ne. Abszolút. Igen, de ugye a Gil-galadra visszatérve, neki volt egy ilyen fantasztikus karakterfilat az első részben, amikor így megérkezik Elrond is az a Galadriel, és akkor valamit bejelentenek, amikor ugye a kezdőjelettel odaérkeznek, és akkor így bejelentik, hogy mi van, és akkor így egy a reakció, egy... Ja, igen, ilyen mordulás. Ilyen mordulás. Tündétől nem ezt várnád, tehát oké, hogy egy törp az így böfög valamit, de nagy király... Igen. Igen. Nekem ez a kire hasonlít a színész játékban az Isildur nyert, de ezt lehet, hogy már mondtam az első évadban, nekem ő kiköpött Ted Mosby, így jártam anyátokkalból sajnos, úgyhogy végig őt tudtam csak nézni, de hát azért jobb, mint Kevin Spacey valamit. Igen. Jó, van még? Ja igen, az apró ilyen kis kikacsintás fanszerviznek én örültem, de lehet, hogy ha nem lennék Gyűrűk Ura fan, akkor erőltetetnek tartanám, úgy, hogy a Mória kapujára kiírt ugye szövegek a Gyűrű Szövetségéből, ugye itt is teret kapnak, hogy itt igen. Is beszél, mutogatja a Celebrimbor, hogy akkor hogy csinálja ezt. A Holtláp is ugye szerepet kapott az Isildurnál, azt hiszem volt ott egy jelenet, ami gyakorlatilag igen, a Holtláp. Igen. Meg hát a többiről nem is beszél, hogy természetesen az entek megint előkerültek, meg a sasok, meg ezek, de biztos számtalan egyéb utalás van még. És az a banyapók barlangja lesz egyébként, ahol jártunk? Vagy az a banyapók? Vagy hogy szerintem hívták? Nem. Hát legalábbis ez valószínűleg ehhez a fajhoz tartozik, tehát hogy amúgy így a biológiai faj meghatározásnál helyben vagyunk, de ez szerintem nem a banyapók, de lehet, hogy ebből sarjat valami hasonló. Attafélül kurva ijesztő volt, tehát én a magyapóktól mindig rettegtem amúgy. Gyerekként főleg, most már felnőttként csak így összehúzódok tőle, és azért most is kurva ijesztő volt nekem az a jelenet sor. Az nagyon jó, oda lett éve egyébként az ilyen Peter Jackson DNS-eket tartalmazott bizonyos szempontból. Hát meg ugye egy kicsit, az ugye az első epizódnak a nyitánya, az is Peter Jackson DNS tartalmazott, aha. De nem Gyűrűk Urát, mert amúgy ez a, ugye már az első évadat is azért úgy észrevettük, hogy ez jóval brutálisabb, meg jóval véresebb, és hogy itt így konkrétan az első részben egy ilyen Julius Caesar lincselést végignézünk amúgy, és fejeket pattintanak szét, meg szúrnak szét, meg rengeteg vér folyik, és így ugye
Freddynek is írtam, hogy tudjon róla, hogy indul az új évad, mert hogy a család nagyon szereti, és akkor így mondta is, hogy adjam le neki a drótot, hogyha van valami olyan rész, ami a 10 éves gyereknek esetleg sok lenne, úgyhogy írtam neki, hogy ja, hát így ezzel kezd, úgyhogy a 6-8. percig ott takarjátok el a szemét, mert ez konkrétan traumatikus. Igen, és egyébként nem tudom, hogy rosszul gondolom-e, de hogy nem véresebb, meg trancsírosabb ez az egész évad, mint az első évad volt. Tehát sokkal jobban fröcsög az orkövér, sokkal fröcsögősebb minden, meg olyan kegyetlenebbnek tűnik, vagy csak bár régen volt az első évad. Régen volt. Régen volt? Aha. Ja, tehát az elsőben is ott azért úgy, főleg ott annál a csata jelenetnél voltak azért elég húzós dolgok, és hát itt, igen, hát nem a harc hevében történnek, hanem itt tényleg ilyen merényletek, meg leszámolások közepette látjuk, és lehet, hogy itt egy kicsit brutálisabbnak érződik azáltal, hogy nem egy ilyen fair play keretei belül történik meg a dolog. Nem gondolom azt, hogy véresebb, de az egyértelmű, hogy véres, és valószínűleg, hogyha Peter Jacksonnak engedi, akkor ő is eddig amúgy elment volna annó az eredeti trilógiánál. Hát, de az egész történethez itt nekem jobban illik, mert ugye most spoilerek nélkül azért ez nem lesz egy happy end az évadok végén, tehát szerintem jobban passzol ehhez a dárkosabb megközelítés összességében. Persze. Jó, hát akkor kezdjük el, szerintem, ha nektek nincs más gondolatotok, akkor kezdjük a részek kibeszélését nagyjából. Ugye egy ilyen cold open-nel nyitunk, szó szerint, mert Sauron lefagyaszt mindent. Nem, ez ugye Sauronnak az eredeti alakja volt, vagy egy korábbi alakja volt, amikor ott az orkoknak így beszélettek? Szerintem neki több formája volt. Mm. Tehát, hogy valószínűleg nem az volt az első formája, és az sem az utolsó, amit most látunk. Igen. Igen, igen. Tehát ugye a másodkor hajnalán járunk, tehát sokkal hamarabb, mint amikor a sorozat játszódik, és azt látjuk, hogy Sauron nagy beszédet tart az orkoknak, eléggé figyel arra, hogy őt bármikor leszúrhatják, de arra nem számít, hogy Adar, ugye az orkok vezére, gyakorlatilag a koronájával szúrja le, az mondjuk egy elég badass pillanat volt szerintem, meg jó is volt az a kamerabeállítás így föntről, és az orkok is, hát ilyen 280 készszúrással próbálnak egy halhatatlan embert mégis megölni. Ott az volt a kezdetben, volt egy ilyen felső perspektív, hogy mondja, de elég, és akkor oda megy még egy ork, és így beleszúr egy ilyen. Tényleg ilyen full lincs hangulat volt ott. Igen. Abszolút. És akkor utána egy nagy ilyen, nem tudom, jégvihar alakul ki, jégrobbanás, Sauron teste lefolyik, és egy ilyen teljesen bizarr jelenet. Venom lesz belőle. Venom lesz. Itt, szerintem ez nem volt senkinek a bingó kártyáján, hogy Sauron, mint fekete spagetti szörny, kúszik-mászik a sziklák között. Mm. De én azt mondtam, hogy jó, hát legalább valami meglepőt mutatnak. És egyébként tehát ezen annyira érezni, hogy a Sméagol prológus volt az inspiráció a Király visszatérből, mert konkrétan ezeket a áttűnéseket is alkalmazza, ugye a rendező, ahogy ott kúszik, és akkor ilyen, van egy ilyen fade to black, fade out, tehát hogy így nagyon-nagyon olyan, és a hangulata is egyébként nagyon lassú, nagyon ilyen beteg, és ilyen sötét. Nagyon tetszett. Ami azért ugye annak... mondjad. Ja, én csak annyit akartam, hogy az is tetszett, hogy igen, halhatatlan, de az csak annyit jelent, hogy elpusztíthatatlan igazából. Tehát nem ez lesz, mint a Homelander mondjuk a Boys-ban, hogy így bármit csinálnak, az így lepattan róla, hanem úgy jól izéle lehet szerencsétlen amortizálni, aztán utána ilyen teljesen méltatlan formában elkezd ugye ilyen különböző állatokat felemészteni, és akkor ugye az adja meg a végső lökést, amikor végül egy embert is bebír termelni. Így láttam, hogy ezen érzéltek, hogy de akkor miért nem nő lett belőle? Hát patkán sem lett belőle, meg bogár sem, amikor elemésztette azokat, úgyhogy miért lett volna belőle nő? Oké. Jó. Én nekem inkább a timeline-ja nem áll össze teljesen, ugye az első évadra már én sem emlékszem kristálytisztán, de ott valami olyasmi volt, ugye, hogy láttuk a prológusban Sauront a full armorban, ott, hogy orkoknak ott parancsolgat, meg csatákat vezet, akkor ez valószínűleg ez előtt volt,
És viszont ugye itt eltűnt, de az első évad meg arról szólt, hogy ugye Sauront keresik, és akkor Sauron mindenféle jeleket, meg nyomokat hagy hátra, de akkor most azt ki csinálta, vagy azt most ő csinálta, vagy a követői, vagy a spagetti szörny, vagy micsoda, ez még nem teljesen. Hát ez most nekem sem világos, de ugye ott az volt a kifutás annak az egésznek, hogy az Adárnak a története, ahova kifutottunk, és az a jel, az végül is hozzáköthető. Én itt vagyok vélemény szinten, de javítsanak ki nyugodtan a hallgatók, mert ez nem biztos, és én sem hát az Adarhoz biztos. Nem kötődhetett az kincskeresés, mert ugye ő utálta eléggé a Sauront, meg ugye ő ellene fordult, úgyhogy a Sauronnak a jelét én a helyében nem hagytam volna ott sehol sem. Én inkább arra gondolok, hogy ott hagyta a jeleket, és akkor azután történt meg a merénylet. És akkor onnan pedig már meneteltünk oda, hogy találkozik Galadriellel. Jó. Hát minden esetre ugye Halbrand lesz, és hát ugye nagyon le van gyengülve, úgyhogy el akarja hagyni középföldét, hogy kicsit új erőre kapjon, de aztán ugyanaz a tengeri szörny állítja meg őt is, mint Galadrielt, és akkor ugye gyakorlatilag innen vesszük fel a fonalat az első évadtól, és ugye innen kezdődik az ő kis új küldetése, hogy megalkossák a tündegyűrűket. Úgyhogy ez szerintem abszolút jó volt, mert méltattuk, és azért az elég bevállalós, hogy az Amazon Prime gyakorlatilag ez a legfontosabb sorozata neki, meg a Boys, de szerintem ez a prémium sorozat, és bemerik azt vállalni, hogy az első 15 perc az szinte egy ilyen horrorfilm, tehát hogy ilyen nagyon creepy, nagyon beteg dolgok. Ilyen Cronenbergi őrület már szinte. És hogy abszolút leszarják azt, hogy lehet, hogy a nézőknek a 80%-a bezárja, és azt kérdezik, hogy mi ez milyen gyűrű, kura ez, tehát ez valami tök más. És azért ez tényleg bevállaló szerintem. Hát meg tényleg az, hogy igen, rászállnak ennyi időt amúgy a negatív karakternek a bemutatására, és megint csak megtartóztatják magat azzal, hogy nem antihős csinálunk belőle, ugyanúgy gonosz marad. És amúgy ott maradnak ezek a kis gonosz pillanatok, és ettől csak a karakter még jobban fog működni. És amúgy erre is van szükség, hogy lássuk amúgy rossz dolgokat csinálni, a Sauront, és ne csak beszéljenek róla, hogy fú, milyen ördög, és el kell pusztítani, és ő a kénszagú patás ördög, hanem csináljon gané dolgokat. És akkor amúgy én is így jól meg fogom őt vetni, miközben amúgy meg nyilván kedvelem valamennyire. Így van. Ugye jelenben folytatódik a történet, ugye Elrond magához veszi a gyűrűket, és ellovagol, Galadriel őt üldözi, és Gil-galad pedig hát úgy dönt, hogy ő azért használná ezeket, hiszen tényleg a tündék fája, meg az egész tünde nemzet az úgy haldoklik, és szerintük a gyűrűk lehetnek a megoldások. Elrond viszont nem így gondolja, úgyhogy leugrik egy vizesésbe, és Círdanhoz, a legöregebb és legbölcsebb tündéhez viszi a gyűrűket. Ez a Círdan egyébként egy könyvbéli karakter, és azt olvastam, hogy azért a könyvfanok nagyon-nagyon meg vannak elégedve ezzel a színésszel, meg ezzel az egész megjelenítéssel. Nekem ő nem volt meg, nem emlékeztem, hogy őt róla bármit olvastam, vagy hallottam valamit, de szerintem is jó volt egyébként a színész is. Ben Daniels, egy fantasztikusan jó színész, amúgy aki játsza. Én az ördögűző sorozatból ismerem, így az első évadot megnéztem belőle, és az eszméletlen jó karaktert is kapott, meg egy eszméletlen jó alakítást is lerakott. Ő volt az egyik ördögűző pap, amúgy, de egy ilyen eléggé komplex karaktert játszott, álltam, hogy így nem egy ilyen sablon valamit, és ő egy fantasztikusan jó képességű színész, és utána meg az alapítvány sorozatban is a második évadban kapott egy kiemelt karaktert, és ott is hasonlóan jól teljesített. Úgyhogy én nagyon-nagyon hangosan tapsoltam, amikor megláttam, hogy itt van ő, itt van, ez az. Hát meg ne felejtsük el, mert IMDb szerint az Argyle-ban ő volt a bartender. Úgyhogy azért... Ó, hát tényleg, hát a híres bartender. A lóvé fiam, igen. Oké. Okay. Életi alakítása volt. Ja, úgyhogy
Úgyhogy Círdánt bízza meg Elrond azzal a feladata, hogy akkor el kéne ezeket a gyűrűket sülyeszteni szó szerint, és van valami legmélyebb pont a tengerben, ahova, hogyha bedobja, akkor biztos, hogy senki nem halásza ki onnan, de Círdán, hát ki tudja, hogy miért, a gyűrűk ereje miatt, vagy a tenger, vagy saját maga miatt végül ezt nem teszi meg, és felveszi az egyik gyűrűt, Galadriel és Gil-galad pedig a másik kettőt, és hát nagy az örömködés, mert visszatér a tündék ereje, és meggyógyul a fa. Egyébként ezelőtt volt egy ének Gil-galadtól, ami szerintem tök jó volt, tipikus ilyen gyűrűkurás, dallamos, jó feelingű, és mi magunk nézők se tudtuk szerintem, hogy most ez jó vagy rossz dolog, ami történik, ennek most örülni kéne, vagy sem. Hát ez ilyen egyszerre két dolog. Tehát tudod, ez olyan, mint a Coca-Cola, hogy kurva finom, kurva jól esik, de közben pedig azért nem biztos, hogy jó hatással van rád. Igen. De az jó, hogy a ilyen érzelmeket csikar ki belőlünk a sorozat, hogy most nem tudjuk, hogy örüljünk-e, vagy ne, mert abból is látszik, hogy ez nem ilyen egyszerű. Hát igen, és lehet, hogy ez amúgy ennek az egész sorozatnak így a tétel mondott, hogy nem olyan egyszerű amúgy ám. Ja, igen. Meg ugye Elrond szinte ugyanazt a karakterutat járta be, mint a filmekben, tehát ugye ő megszerzi a gyűrűket, és akkor megbíz valakit, hogy akkor vesse be a tűzbe, csak most éppen a vízbe, és az a valaki nem teszi meg, és akkor a nevét kiabálja, de ugye itt azért még ő se tudja, hogy ez mennyire rossz dolog, vagy éppen ez mentette meg a népüket. Ugye, hogy Gáspár triggereik a hallgat minket, Hallbrand! Hallbrand! Cowboy kalapba, Mordorba megy. Az mondjuk jó volt, szerintem azt már ők is szinte poénnak szánták, amikor egy tűzokádó vulkánt látunk a fekete földön, és akkor kírják, hogy Mordor. Tehát, hogy köszi, sejtettem, hogy nem a Hobbit falva lesz. De úgy kellett volna kírni, hogy mindig otthon áthúzva. még mindig nem délföldön. Ja, itt kicsit ilyen, mint a Deadpool 3-ban volt, hogy egy félig így elásva ott van valahol a délföldre. Tábla, igen, és igen. Ott magasan így közben a horizonton a Mordor szöveg. Igen. Szóval Hallbrand Mordorba megy, és direkt elfogadja magát Adárral, és gyakorlatilag őt is elkezdi manipulálni, hogy hát, hogy Sauron még él, de alakot váltott, és hogy valószínűleg a tündék körül lesz, úgyhogy hadd menjen el Eragionba, és akkor majd ő elintézi. Adár pedig ugye továbbra is az orkjaival Sauront akarja végleg megsemmisíteni, ami szintén egy szerintem érdekes történetszál egy gyűrűkora sorozattól, hogy az orkok és Sauron azok egymás ellen vannak. Ugye érdekes az, hogy hogyan fogja végül a Sauron megszerezni az orkoknak a támogatását. Gondolom erről is fog szólni a sorozat. Úgyhogy ez érdekes volt. Meg mindig jó nézni szerintem a Sauront, ahogy így intézi az ügyeit, meg ugye azt a rohadt ember, öreg szart is már végre elintézte, aki az első adban idegesítő volt, itt felzabáltatta. Az olyan jó volt, úristen, de király volt az, hogy tényleg így megígére neki, hogy téged majd meg foglak ölni, és akkor tudod, hogy mindig arra számít az, hogy majd készszerez, és akkor leszúrja meg, mit tudom én, hanem helyette így bemanipuláltott egy ilyen feneadat, és akkor azt így ott hagyta neki. És én nekem ott is így annyira fülig ért a szám, hogy ez a Sauron. Csináld! Még! Igen. Ja, úgyhogy ez volt nagyjából az első rész, szerintem teljesen jó volt. Nyilván sok minden nem történt, de érdekes volt, és lekötött szinte végig. Meg ezek azért hosszabb részek, nem? Tehát így mindegyiken egy óra fölötti. Hát ez valami 77 perces volt, azt hiszem, az első. Hát mindennel együtt, igen. Hogy vannak amúgy rövidebb mozifilmek. Nem sok mostanában, de van. Ja. Igen. De ilyenre kell számítani az egész évadba, tehát hogy ki líkelődött. Most nem spoilerezem el, mert lehet, hogy ez is spoiler, hogy milyen hosszúságúak pontosan melyik részek, de hogy ez lesz így az átlag, ez a 60-tól 70-ig. Hát és így azért én azt mondom, hogy az a két év a várakozás egyáltalán nem olyan sok. Tehát gyakorlatilag hány mozifilm hosszúságú évadot csinálnak, meg két év alatt, úgyhogy még egy költözés is benne volt. Tehát azért így szerintem le a kalappal így a produkciós szervezők, meg a VFX, meg minden utómunka mögött, hogy ennyi idő alatt ilyen minőségre ezt leszállítják. Ez évente esélytelen lenne.
Én igazából azt hiszem, hogy tényleg a VFX az valami eszméletlen minőségű, és ugye tudjuk, hogy lehet jó vizuális effekteket csinálni, csak általában ugye azon szopódnak be, az bassza el az egészet, hogy még az utolsó pillanatban is változtatnak, és akkor valami egy hét alatt kell összerakni egy olyan jelenetet, ami amúgy egy két hónapba telne, vagy három hónapba, vagy fél évbe, és hogy itt viszont ugye minden teljesen makulátlan, és minden szinte teljesen tökéletes, és hogy itt valószínűleg amúgy az van, hogy itt így egy nagyon-nagyon konkrét koncepcióval és forgatókönyvvel és storyboarddal ülnek neki a forgatásnak, meg a próbáknak, meg a previznek, meg a mindennek. És hát itt most vagy az van, hogy nagyon-nagyon magabiztosak az ötleteikbe a készítők, vagy pedig tényleg egyszerűen egy nagyon-nagyon megbízható vízióval rendelkeznek, és mondjuk nem pofáznak bele minden sarkon a munkájukba, és ezt amúgy én tökre becsülöm, hogy nem ez van, mint a szerencsén a Spider-Verse filmeknél, hogy elvileg egyszerre készült a második és harmadik film, de még senki nem tudja, hogy mikor fogjuk a harmadikat látni. Nem. És akkor ami még sztoriszál volt, ugye a Stranger és a gyaplábúak Rune földjén vannak, ami önmagában szerintem még nem egy túl érdekes sztori szál, meg most azért már tényleg kimondhatnák a nevét ennek, mert most... De most már elkezdtek tippelgetni. Igen, jó. Okay. Ez egy foreshadowing. De hogy konkrétan még nem teljesen értjük a motivációjukat, hogy most ez miért jó, azon kívül, hogy persze jó középföldén lenni, de legalább behozták ezt az új területet, és ugye ez új zenét is kapott, meg új színvilágot, meg új maszkokat, meg jelmezeket, tehát ilyen szempontból én ennek örültem, csak tényleg itt is kicsit már, hogy azt várom, hogy na akkor derüljön ki, hogy miért van itt ez az egész, mert azon kívül, hogy most középföld, de azért a sztoriba is be kéne ágyazni lassan. Nekem az amúgy tetszik, hogy itt amúgy egészen jók a karakterpillanatok, meg a párbeszédek a karakterek között. Tehát ezzel én így még egyelőre el vagyok. Mm-hmm. Nekem még ez így a kis jutalomfalat, amit így dobálnak közben, de lassan vacsora idő lesz, úgyhogy most már akár fel is találhatnának valamit, de ezzel a három epizóddal én még teljesen el voltam így. Uh-huh. Én is, és tehát egyébként ez a történet szál azért jó, mert kicsit úgy ilyen jó, mondjuk az utolsó részben már nem annyira nyugis, de hogy így ez mindig egy kicsit ilyen idillibb ezekkel a karakterekkel, ilyen ártatlanabb, és ezt úgy jó nézni. Mm-hmm. Cukibb. Ja, cukibb egyébként, igen. 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 Tehát ugye bejött a képbe Damien Bihir, hanem... Kieran Hines, vagy Hines. Kieran Hines. Ugye, Steppenwolf. Beowulf. Az eredeti Steppenwolf. Ezek Beowulfot mondtam, de Steppenwolfot valójában. Elnézést. A Kieran Hines kb. A nagyon kevés emberek egyike, akit egy új szarománként így el tudnék viselni. Tehát valahogy olyan feje van. Hát úgy nézett ki konkrétan. Szerintem. Abszolút. Meg úgy beszélt, mint a Saruman. Mm, igen. Tehát azt nagyon durván csinálta, és így amúgy, ja, én ezt nagyon adtam szintén. Igen. És szerintetek a Saruman? Hát... Nem hiszem. Fogalmam nincs. Szerintem sem. Nem hiszem, de meglátjuk. Érdekes volt minden esetre. Második rész... Galadriel ugye Eregionba akar menni. Ja, egy kicsit ez volt nekem az egyetlen ilyen hú, azért ezt jól kierőltették magukból ezt a sztoriszált, ugye, hogy hogyan nem tudja meg Celebrimbor az, hogy nem bízhat Holbrandben egyáltalán, mert ugye igazából egy üzenetet küldött el a Gil-galad, amit ugye nem tudom hogyan, de a Sauron ugye elintézett, hogy sose jusson el a városba, na ez egy kicsit... Az nem ő volt, hanem ő ugye azok az orkok, akik követik a Sauront, az Adárnak az emberei, szerintem ők azok, akik ott portyáznak, és ők kapták el a Messengert. Jó. Nem tudom, hogy ez több értelmet rejte magában, de nekem ez volt a teóriám hát közben. Ez az egyetlen magyarázat, mert Sauron azért egyedül van még mindig, legalábbis úgy tudjuk, tehát, hogy ja, igen. Igen. Szóval Galadriel ezért Eregionba akar menni, személyesen is megbeszélni a dolgokat, hogy akkor mi van.
Gil-galad csak akkor engedi ezt, hogyha Elrond vezeti ezt a kis csapatot, teljesen jogosan, mert azért Elrond még nincs benne annyira ebben a Sauron fétisben, hogy kicsit objektívebben tudja ezt látni, és szerintem itt tök jó párbeszéd jelentek voltak a Galadriel és Elrond között, Elrond és Círdan között, nekem ezek kifejezetten tetszettek. A Círdános az nagyon-nagyon jó volt. Az tényleg ezek a gyűrűk uraszerű bölcselkedések, yeah. Ezeket mindig olyan jó hallgatni, ez egy ilyen második ilyen Gandalf pep talk volt, úgyhogy én ezt nagyon szívesen hallgattam. Igen, nagyon átjött ez a Tolkien vibe, vagy Tolkien vibe, mert tényleg az ilyen klasszikus gyűrűk ura pillanat volt. Meg úgy rájöttem, hogy én még mindig tökre szeretem azt a castingot, az Elrondot alakító srác, vagy a Galadrielt alakító színésznő, a Morfydd Clark. Ők szerintem telé találatok ezekre a szerepekre, meg olyan szép kiejtése van a Morfydd Clarknak. Mm-hmm. Tehát én annyira imádom tehát ő, mintha, ugye ő Velszi, és ugye ez a Velszi nem tudom, tejszólás, ez a szinte ilyen olyan, mint a tünde, tehát ezek az R betűk, ahogy tehát így, ahogy kimondja meg, kerebrimbor, tehát ezek olyan ilyen ízesen jönnek, és ez ilyen teli találat. Főleg magyar szinkronban abszolút átjön, de... Ja, nem tudom, úgy nem láttam még. Ilyen palóc színésznőt. Igen. Nem, palócos, ne így. Ja, igen, olyan, mint a Channing Tatum, de fúrva, hogy franci akcentust oldjuk meg, palóc akcentussal. Nem a legjobb ötletek közé tartozott. De ez most nem vicc, tényleg így volt? Hát igen, ilyen jó vidéki stájszólás, igen. Ha így beszélt, így beszélt a filmbe. Betyárosan. Lépjünk tovább. Szóval nekem ezek a jelenetek nagyon tetszettek, és itt kicsit azt éreztem, hogy már vannak annyira érdekesek a karakterek, meg nyilván annyira szép a díszlet, meg a világítás, minden, hogy én így el vagyok. Tehát nem kell még nekem nagy sztori, hanem csak úgy el lenni ebben a világban tök jó. És ugye Halbrand folytatja az agymosás, most éppen Celebrimbort puhítja, és azért nagyon vicces, hogy tényleg milyen ajadékeszközökkel, jaj, fázik, meg késő van, meg akkor, na jó, akkor megyek, és akkor lassan megfordul, és a lóval így elkezd poroszkálni, de olyan kívülről látva ilyen vicces eszközökkel, de végül azért persze... Hát meg a legjobb az volt, amikor így mondja, hogy kivéve ha, inkább hát, nem. De mondod, nem. És így, ez a szegény Celebrimbor, ez teljesen be van hülyítve. Meg az a kis szőke csaj, az is azért biztos szemet vetett a Halbrandre, tehát hogy azért nem véletlen ezt a külsőt vette fel, ezt a kicsit ilyen aragornos, csapzott vándor külsőt. Úgyhogy végül beengedi Celebrimbor Eregionba, és akkor itt jön ez a szintén ilyen horror filmeket idéző jelenet sor, amikor így random eltűnik, ott mi történt? Ott beugrott a kandallóba? Ott a Sauron, és így ott ilyen diafilmet levetített a Celebrimbornak, hogy akkor bejelenti, hogy ő Anatar, az ajándékok ura, és őt a valák küldték, ugye a valák azok ilyen isteni lények a Tolkien mítoszban, azért, hogy együtt létrehozzák a hatalom gyűrűit. Szóval nekem ez a jelent valószínűleg így beleégett az agyamba így az életem végéig, mert ez tényleg, amit mondtunk, ez a gicsparádé, de ez a tudatos felvállalt gicsparádé, és ugye ez nem a nézőknek szól, hanem Celebrimbornak, aki tényleg azt hiszi, hogy az istenek küldöttét látja maga előtt, és egyébként sok könyv van félt attól, hogy Anatar nem tűnik fel a sorozatban a jogi okok miatt, mert ugye az Amazon Prime csak a Gyűrűk Ura könyveknek a jogait tudta megvenni, a Silmarillokét nem, de valahogy azt hiszem meg tudtak egyezni, és tök érdekes, hogy akkor ő így tünde formában szinte visszatért. És itt mi ki is mondták a Gyűrűk Ura címet is? Abszolút, Lord igen. Of the Ringet is kimondták. Pontosan, hogy Celebrimbor maga lesz a Gyűrűk Ura. Aj, gyönyörű, igazi nagy fantasy eposz, a maga minden gicsejével és nyálával, de tetszett. Igen, tehát, hogy valahogy
ugye bármilyen eszközt meg lehet ugye engedni, amivel hatást tudnak kiváltani, csak ugye csak valahogy illeszkednie kell az adott jelenethez, meg kell találni annak a helyét és az idejét, és valahogy itt ezt tök jó érzékkel felmérték, és tényleg ebbe a sztoriba szerintem tökéletesen ez itt be van illeszve, úgyhogy nagy taps nekik. Egyetértek mindennel. Én nagyon féltem a Zanat, ezt már említettem, hogy ezt a Zanatar storyline-t, hogy így tér vissza, és ugye a trailerekben is így egy ilyen mém is elindult, hogy ugye, hogy felvette a tünteparókát a Holbrand, és utána, hát ezt meg ki? Tehát így van egy ilyen, úgy jött le a trailerből, hogy így mindenkit megtéveszt ezzel, hogy nem tudom, hosszú szőke haja lett, meg tündefüle, de hogy azért ez ennél ügyesebben csinálták, és azért így hihetőbb is. Meg ha én ezt elfelejtettem, hogy a Kerebrimborral annyira nem volt, vagy hát igazából ugye megmagyarázták, hogy ő végig egy küldött volt, tehát hogy egy valák küldött, és akkor így igazából az, hogy a Kerebrimborral volt kontaktusa, de hogy így igazából ezzel csak így... kollégák voltak. Igen. Tehát de, így nem tudja, hogy otthon mondjuk mit tenni, verte a családot a Halbrand, vagy valami. Ja. Ő csak így a szintis, a szakmai tiszteletet érzi az irányába, és ezért nincs az a, vagy nincsenek tudatában, hogy mondjuk miket kommentel YouTube-on, meg hasonlók. Meg igen. Miket törtlenkorról, meg egyáltalán törtlenkorról, meg kamerásan néz filmeket, meg hasonlók. Tehát, hogy ezt a sötét oldalát nem ismeri neki. Amúgy a Sauron önmagában amúgy nem szintén egy ilyen kívülről küldött valaki? Hát, úgy tudom, hogy ő is egy ilyen nagyon-nagyon ősi lény, tehát, hogy ő nem, uh-huh. őt nem anya szült a világra valószínűleg, hanem őt valahonnan küldték, és akkor ő rossz útra tért. Ennyit uh-huh. tudok. Uh-huh. Vagy a Morgot, ugye az ő mestere. Lehet, hogy uh-huh. ő az, akit... a valák küldtek, mert nem tudom, hogy volt ennek a lórja, de hogy azt hiszem nekik is valami közük van ehhez. Mm. Mert egyszer utána kéne olvasni, csak félek, hogyha egyszer elkezdek utána olvasni, hogy miért földnyi spoilerbe belefutok. Igen, hát én is félek. Ugye ebből megnéznék ebből a Silmarilokból egy ilyen animációs sorozatot, ahol ilyen stilizáltan ezt így elmesélik, tök jó lenne szerintem. Nem kell élőszereplős, mert úgyis 95% CGI lenne, de tök jó lenne ezt így mozgóképben látni. Hát, hogyha az évvégi rohírosról sikerül meg, nagyot megy, akkor amúgy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy mondjuk elkezdenek gyártani ilyen gyűrűk ura tematikájú live actionnek nagyon-nagyon drága, de közben amúgy animációban gyönyörű szépen elkészíthető témát. Igen. Nézzük, mi van a törpökkel. Khazad-dûmban ugye nagyon komoly ilyen omlási problémák születnek, ugyanis elvileg a végzethegyének a kitörése miatt a földnek a lemezei azok úgy változnak, hogy Khazad-dûm gyakorlatilag el lett vágva a külvilágtól, ugye a bejutó természetes fény az megszűnt, úgyhogy elkezd szépen rohadni szét minden, és nem sokáig bírják majd a törpök itt lent. Úgyhogy... Ez nem csak egy ilyen laikus magyarázat volt amúgy, hogy ez a végzethegye mocorgása okozta ezt. Én valamiért azt hittem, hogy fel van ott verve a barlog, vagy valami ott fel van verve, és esetleg az, annak a zúgolódása okozza ezeket a problémákat. A kettő összefügghet, tehát a barlog az kelhetett fel azért, mert kitört a tűzhegy, de... Én azt hittem, hogy azt azért verték fel, mert basztatták a Mithrilt. Téli álmából. Egyébként lehet, nem tudom. Nem tudom, majd kiderül. Minden esetre baj van, úgyhogy valami megoldás kell, de hát az a probléma, ugye, hogy a két Durin az nem olyan áll szóba egymással. Erre már emlékszem be valami szintén az első évadból, hogy ők pontosan mi vesztek össze, de hát nyilván az öreg Durin király az nem fog bocsánatot kérni a fiától, a fia meg ugyanolyan makacs, mint ő, tehát így oké. Okay. Hát a Mithrillel vesztek össze, azt hiszem, hogy ugye az ifjabb Durin ugye akart segíteni az Elrondnak, ugye az Elrond elment kérni Mithrillt, mert hogy azzal meg tudnák menteni ezt a fát, amit meg akar menteni, és
ugye akkor az ifjabb Durin hajlott is rá, hogy segítsen a barátján, mert a tündéknek alapban nem akart volna annyira, de azért mégiscsak elront ugye ilyen BFF, meg minden, és viszont az öreg Durin ezt meg nagyon-nagyon nem akarta, és azt hiszem ebből volt végül a konfliktus. Aztán, ja igen, és nekem tetszenek továbbra is ezek a jelenetek, én megbarátkoztam a Durin feleségével is, sőt már egy kis szakát is kapott, mert ugye ezzel is hisztériáztak a fanok, hogy miért nem szakálások a törpök, hát egy ilyen kis pajeszt kapott már az asszony. Így is több van már neki, mint nekem, úgyhogy igaz. Szerintem ez már megugorja a lécet, nyugodjatok meg a picsába. És hogy az előbb, igen, mondjad? Ja, meg tök jó volt, hogy ugye megint elővették ezt a törpéneket, hogy az is befutcsolt. Ja, ugye, igen. Meg ez a törpiac, tehát nekem tetszettek az ilyen kis apróságok, hogy ott ilyen piac van, vagy vásártér, meg nem tudom. Az... igen, abszolút. Jó volt itt lenni ismét. És akkor ugye a Rune történetszál pedig igazából csak annyit halad előre, hogy látjuk ugye a Kieran Hines által alakított varázslót, hogy akkor ilyen felderítőket küld, hogy akkor találják meg ezt a Stranger-t. A Stranger ugye megtalálja az álmaiban látott botot, mert ugye a varázsbot az azért kell, hogy ő az erejét valamilyen szinten kordában tudja tartani, és amikor ugye rájuk támadnak ezek a felderítők, akkor egy ilyen óriási homokvihart varázsol, viszont hát sajnos hát ez nem egy varázsbot volt, hanem lehet, hogy tényleg csak egy ilyen kút eszköz, tehát nem sokra futotta, úgyhogy szegény gyaplábúak elrepülnek, nem tudjuk. És ennyi volt ez a szám. És ennyi volt, és egy rész óta repülnek, mert a harmadikban elő sikerült egyik sem. És így megye. Igen. Erről bármi? Ja, hát oké, tehát most ilyen átvezető neki oké volt, meg nyilván ugye kell a tét, hogy ő most át kell neked sivatagon, és elájulnak, mindenki elájul. Nagyon jó volt feszültségfokozónak az a kút, bár nem értettem, hogy az egyikük miért nem ment oda, és igen, fogta meg, hogy ne harangozzon, de hogy egy feszültségkeltőnek az, hogy egyre sűrűbben harangozik az tök jó volt, meg úgy nyilván tudjuk, hogy hova tart ez az egész, és így próbálja a szkijeit kikísérletezgetni a Stranger, aztán majd, hát úgyis tudjuk, ki fog feltűnni ebben a történetszában, mert azt már szét marketingelte a csapat. Ja, én ezt nem tudom. Na, akkor nem, jobb, hogy nem mondom. Nem úgy, te jó. Olvastad a könyveket, Gergő? Melyiket? A Gyűrűk kora trilógiát. Azt olvastam egyszer, de és jó. Gecire utáltam. Akkor lehet, hogy ezt a karaktert is utálni fogod majd. Ja, hogy az lesz! Ja, jó, tudom. Ja, tudom. Ó, arra mondjuk nagyon kíváncsi leszek. Igen, most már beugrott. A bartender visszatér. Igen. Pajkos póriban ott lesz. Ja, jó, most már tudom, hogy mire gondoltak. De amúgy tényleg a Gyűrűk ura szerintem szörnyű amúgy könyvben. Tehát, hogy én rettenetesen untam, és így... Itt tipikusan az, hogy itt nagyon kellett a film. És ez most lehet, hogy hot take volt, de tényleg nem lehetne rávenni engem, hogy még egyszer olvassam a trilógiát. Jó, hát oké. Okay. Erről hosszasan beszélgethetnénk, mert egyébként én se tartom egy irodalmi műremeknek, de van egy bája, meg van egy varázsa azért szerintem. Ja, hát a pipadohánynak a leírása az fantasztikus. Nem, mert érezni, hogy egy tudós ember írta, aki szeret elveszni a részletekben, és egy szerkesztő néha azért nem ártott volna szerintem. Na, harmadik epizód, Elendil és Miriel királynő, aki ugye megvakult, visszatérnek Númenorba, viszont Berek, a ló, aki egy ilyen MVP lett az epizódban, ő nem hajlandó, mert hát Isildur még él, tehát kicsit olyan, mint a sárkány a House of the Dragonben, hogy amíg él a tulaja, addig nem akar új gazdát. Úgyhogy a lónak a utazását követjük nyomon. Ez is amúgy egy elég ballsy move, nem? Hogy így, jó, akkor szabad nézzük, így máskor Sauron nyomta az öt tusának az eltitkolt számát, a ló ment egyedül. Ez egy kicsit olyan, mint amit... szép. Lord of the Rings? Bocsánat. Szóval... ez egy kicsit olyan sztori volt, mint ami a Gyűrűk urában is volt az Arangonnál, nem? Hogy ott igen, is a lov, ez a Bregó, vagy hogy hívták a lovat? Azt találta meg.
Igen, és akkor úgy meg is találja Isildurt, éppen egy pókbarlangban küzd az életéért. Bevallom őszintén, én nappal néztem ezt az epizódot, és nem sokat láttam ebből a jelenetből. Nem tudom, ti hogy voltatok vele, a lényeg az, hogy kimenekülnek. Igen, ez az Amazon Prime-nak egy sajátossága, ugye? Twitteren segített nekem a Hegedűs Gyula, és innen is köszönöm neki, hogy van egy speciális beállítása az Amazon Prime-nak, hogy hogyan kell a tévét beállítani, hogyha tök mindegy, hogyha kikapcsolod a HDR-t, vagy bekapcsolod a HDR-t az Amazon Prime-nál, ugyanolyan sötét lesz, és ugyanúgy nem fogja tudni kezelni ezeket a színeket és kontrasztokat. Szóval az első részt én is így néztem végig, és mondom, nincs az az Isten, hogy ez így adták ki, tehát hogy itt valahogy a tévével van baj, és tényleg a tévével van baj, úgyhogy ezeknek jó utána nézni, mert utána azért rájössz, hogy jé, ebben a jelben ez volt. Úgyhogy, Ezt majd esetleg belinkeled így a nekem, aha. Mert... Ja, de mindegy, berakom. Mert amíg akkor este néztem, akkor nem volt semmi probléma, sőt tetszett, hogy így a kép dinamikája, tehát hogy azért a sötétbe is lehetett látni a részleteket, csak így nappal azért már bajok voltak, meg egy kis kritikám azért, hogy amikor a éjsötét jelenetből átvágunk a napos Lindonba, ott azért néha megvakultam, tehát a szemem vakúztak volna, de akkor majd ezt megnézem, azt a beállítást, köszi szépen. Nekem nem voltam úgy ilyen gondom. Telefonon nézted? Nem, délelőtt 11 körül, vagy 10 körül. Jó, de neked OLED tévéd van, nem? És a barlangban élsz, hát úgy könnyű. A Sauron mellett. Hát amúgy valami olyasmi a panelban, úgyhogy igazából nem sok a különbség. Ja. Pelargir felé mennek, ami egy numenóri kikötőváros középföldén, és útközben találkoznak egy Esrid nevű nővel, akiről később kiderül, hogy ő is a gonosz, hogy hívják ezt, Adar jelét viseli. Köszi, nem tudom milyen formát. Ja, jó, oké. Köszi. Ja, jó, működik. Ja, okay. Működik. Ja. És megmenti őket Arondir, a gonosz ilyen fosztogatóktól, aki nem tudnánk, ez az Arondir, ő volt az ilyen focista kinézetű tünde az első évadból. Focista kinézetű tünde? Na ez se az. Hát úgy néz ki, hogy a Manchester United kezdő 11-jéből jött volna. Na ő az, aki nekem abszolút nem működik, tehát most mi karakter oké, okay, de valahogy azért nem. Nekem ő nem egy tünde, tehát sajnos nem. Mm. Semmilyen szinten nem működik nekem a csávó. De... Ő nagyon-nagyon komoly arcanyomja amúgy az egészet, de valahol amúgy, nem tudom, a karakternek a háttere nekem valahol igazolja az ő mentalitását, úgyhogy én amúgy emiatt így nem vagyok mérges. És akkor megtudjuk, hogy ugye a szívszerelme Bronwyn az elhúnyt, ugye az ork nyíl mérge hosszasan fejtette ki hatását. Nem a távozó színésznő miatt. Nem, biztosan. Biztos, hogy nem. És biztos nem egy üres bábút égettek el ott a nagyon drámai jelenetben. Itt azért eléggé kicsekkoltam agyilag, tehát amikor ezt a Tiót néztük, meg ezt az Arondírt, meg ezek nem nagyon érdekelt be valami őszintén, meg hogyan most vissza kell szeretni a lovat. Tehát ez eléggé időhúzásnak érződött nekem. De viszont Isildur karakterét azért szépen árnyalják, meg kezdik felhozni, és ugye az ő nagy tragédiájához majd kell ez az alapozás. Ott ezt akartam mondani, hogy azért Isildur tekintetében szerintem szükségesek ezek a lépések, meg nekem most ebben az egy részben Isildur sokkal karakteresebb lett, mint az első évadban volt végig. Mm. Tehát ott egy ilyen, nem tudtak, vagy hát úgy éreztem, hogy ott egy ilyen mellékkarakter, aki ilyen érdektelen. Itt azért már úgy érzem, hogy kezdenek vele valamit, és hogy egy karaktere lehet. Érdekes volt ez a rövid utazás, amit így bejárt ezzel a lányjal. Jó volt, hogy így combon szúrja a kapásból az a karakter, és így majd ugye kiderül, hogy ő most azért égeti le magáról azt a jelet, mert el akarja titkolni a szándékait, vagy ő ezt így úgymond már megtagadja, vagy megtagadta, csak muszáj volt. Szerintem kettős ügynök. Szerintem az előbbi. Kettős ügynök? Aha. Na, az úgy izgalmasabb lesz, mert ő is egy ilyen kapásban, egy ilyen szimpi karakter, meg tökéletes ez a színésznő. A Teóval nem tudok mit kezdeni még mindig, tehát ez nem tudom. Tehát itt is volt egy ilyen tök szarú beállított jelenet, hogy így
ugye volt az a szóváltás Arondillal, hogy az anyukája, hogy te vagy az apám, nem voltam, hogy az apám, hogy tűnj innen a picsába, tehát hogy soha többé nem akarnak látni, oké, okay. És akkor a következő edben ugye van az Isildurnak a nagy monológia, Teó megáll mögöttük, és így hallgatózik, és így elmondja Isildur ezt a nagy monológot, és akkor közeli Teóról, aki bőg, tehát hogy így ez is ilyen tipikusan, jaj, ne, tehát ilyen nagyon régi módi, de ilyen nagyon rosszul használt szerintem ez az ilyen történetmesélési mód. Nem tudom, a Teóval remélem kezdenek valamit, én nagyon remélem, hogy ő belőle csinálni akarnak valami antihős karaktert, vagy egy gonosz karaktert, mert érdekes ez a teória. De hogy igen, ennyi. Most is még egy ilyen kicsit ilyen idegesítő gyerek. Jaj. Jól arcon vágnád, nem? Azt akartam mondani. Vaskesztyűvel, igen. Na, igen, Numenorban mi a helyzet? Ugye új uralkodót kell koronázni, és ugye Miriel lesz az, aki ugye a királynak a lánya. Nem tudom, ez a story szál, ez... szerintem el is van kapkodva, meg nem is érdekes, tehát szerintem a Numenor úgy, ahogy van egy külön sorozatot, simán megért volna, és akkor normálisan fel van építve az egész, mert így kicsit vagy ilyen... kihagyhatott könnyedén. Hát vagy kihagyható, mert amúgy tehát önmagában szerintem ez egy tök érdekes világ, hogy ilyen Atlantis bukása gyakorlatilag, és kicsit ilyen trónokharcás ármánykodás, meg egy ilyen pökhendi nemzet, aki azt hiszi, hogy mindenben ők a legjobbak, és mindenki másnak a kultúrája egy rakás szar. Szerintem ez tök érdekes, csak így ennyi idő alatt ez szerintem nagyon felszínes, és most például az Eärien, vagy ki az Isten, ez a csaj, akkor most nyilvánosan beégeti a királynőt a koronázáskor, hogy hát, hogy titokban egy tünde palantírt használt, és akkor lerúgja, mint egy focilabdát, akkor ott mindenki ott össze-vissza izé kavírnyá, hogy jaj, mi lesz, és akkor random berepül egy sas, ugye korábban mondta ez a Farazon nevű gonosz karakter, hogy ha megjelenik egy sas, akkor az egy, hát mit mondott, egy jó ómen, vagy valami. Igen. Úgyhogy pont jött egy sas, de hát nyilván nem ért senki sasul, tehát és egy tolmács jártott volna, mert félreértették szerintem a sasnak az üzenetét, és a Farazon pedig kihasználja ezt a sast, és úgy adja elő, mintha őt választotta volna, a sas pedig azt mondja, hogy akkor menjetek a picsába, és ott hagyta őket, és elszállt, úgyhogy nem tudom, ez a jelenet így nagyon epikus akart lenni, de nekem egy kicsit ilyen gagyi volt. Uh-huh. Hát a sassal volt nekem problémám, hogy így most, tehát az előző jelentben azt mondta, hogy ha megjelenik egy sas a koronázáson, akkor azzal úgymond aláírja a saját igazát a király, hogy hát, hogy ő akkor neki kell lenni a királynak, de hogy ez a nem a réges királynak a koronázása volt? Tehát akkor, de, és akkor hogy jön össze ilyen. A másik csávóval? Tehát most odáll elé a takarítónő, és akkor az lesz a izé. Igen. Ez az tehát, alkozó. Hogy ez ilyen de saskabban volt. Igen, igen. Jaj. Meg volt ott egy ilyen fanservice, nem? Hogy amikor az Elendil az az Aragornak a hát valamilyen rokona, nem? Igen, igen. Tehát, hogy a apja, vagy nem tudom, hogy... És ugye ugyanúgy, ahogy az Aragorn a király visszatérbe megfogja azt a golyót, és ugyanúgy így hátra repül. Igen. Egy jó, hogy van, Aragorn nem repült hátra, csak elálljuk, de hogy... De hogy így nekem így ez így rögtön beugrott, hogy lehet, hogy ez azért van, aztán lehet, hogy nem, csak... Hát meg amikor ott a lónak suttogott, az is ilyen aragornos volt eléggé szerintem. Igen, 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 igen. Abszolút. Igen, és akkor ugye még Sauron azért ármánykodik, és végül elintézi nagy nehezen, hogy kapjanak Mithrilt a törpöktől, és akkor a törpök is megkapják a maguk gyűrűit. Ha jól emlékszem, akkor 7 darab gyűrűt kapnak majd a törpök. Igen. Csak hogy így amúgy így ezen gondolkodtam, hogy mi lehet itt amúgy a nagyobb plot, hogy elkészíti ugye ezeket a gyűrűket, mindenkinek hatalmat ad a saját kis területén, ugye az emberek, a törpök, a tündék, és hogy utána ebből az lesz a plot, hogy az egy gyűrűvel meg ezeket mindet tudja uralni. Tehát, hogy igazából most így mindenki kap ilyen mikrocsippet, a kamu vakcinával, és akkor utána az 5G-vel majd aktiválja az 5 gyűrűvel, 1 gyűrűvel. vagy erre itt nem jöttem még rá.
Én sem tudom pontosan, de ez jó is így, tehát hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit akar ezekkel. Ja. De jó, akkor ti se tudjátok, jó? Nem. Abban nyugodtan meg. Nem tudom, tehát így nem tudom, hogy ez jó lenne. Nekem valahol jó lesne, hogy ezt így hagynák, hogy így megérítette a gonosz, és így gonosz dolgok vannak abban a nem tudom, gyűrűben, és akkor megbabonázza az embereket. Tehát nekem ilyen varázslat az egész. Vagy hát, hogy ilyen, tehát ne legyen megmagyarázva midi-klorián szinten ez az egész, hogy ez most mi, micsoda, hogyan működik, hanem, hogy igen, ez benne van a Sauron szó szerint keze, és hogy így ennyi, pont. És akkor ők így megvannak babonázva a gonosz által. Mert amúgy meg ugye ez a mondóka, nem, hogy egy gyűrű mind felett, és hogy lehet, hogy azért, mert ez van az összes gyűrű felett. Hogy igazából ez így az egésznek a csúcsa. Egy másik kérdés, ez nem tudom, hogy a gyűrűk urában, mármint magában a trilógiában, vagy a Galadrielen, akkor ott van még ez a gyűrű. Igen. És ha jól emlékszem, akkor Elrondon is van. Igen. Aha, jó. Csak ezen gondolkodtam, hogy ezek a gyűrűk még megvannak? Nincsenek, de hogy a Galadrielnél emlékeztem, hogy nála van. Bocsa, Gil-galad ne rögte, hogy ugye annyira pimpacsáv, hogy tele van gyűrűvel, és nem fért volna fel egyik ujjára, és ez korolítja. Hát, ha nem mondjam, hova húzta volna fel azt a gyűrűt. Lábujjára természetesen. Igen. Ugye nyelvét így átdugja rajta. De hülye vagy. És azután milyen mindig ilyen vízépösszén beszél lesz. Faulom. Ó, Isten, jó, hát ha nincs más, akkor szerintem ez a gondolat, ez a remek poénnal búcsúzunk. Én csak annyit nem, minden spoiler nyilván, de hogy biztos, hogy lesz itt valami nagy haddelhad csetepaté, és eddig úgy tűnik, hogy igaz lehet az, amit mondtak, hogy amikor tényleg felvázolták annó az egész 4 vagy 5 évados sztorit így az Amazon fejeseinek, tehát érezhetően csordogál a történet, halad egy cél felé, nem tudjuk még pontosan, hogy mi a Sauron terve, de tudjuk, hogy hova fog eljutni, és önmagában ezt egyébként meglepően érdekes nézni. Nekem általában az előzményekkel mindig az a bajom, hogy úgy is tudjuk, hogy mi lesz, tehát akkor minek nézem, de a Sauron, és akkor most egy utolsó gondolat, hogy nekem a filmekben egyébként sose tetszett a Sauron egyáltalán. Tehát szerintem ő volt kb. A leggyengébb része a Gyűrűk Urának, tehát az első részben egy ilyen behemót volt, aki a buzogányával ütögetett, meg rugdosta az embereket, tehát hogy röhelyes, és aztán meg egy szemgolyó egy torony tetején, tehát hogy nem volt ő, mint gonosz szerintem egyetlen félelmetes. Hát egy ilyen mese gonosz volt tényleg a legrosszabb értelemben. Igen. Hát igen, ő volt a Marvel gonosz volt. Igen. Hát ő volt a sötétség, és ennyi volt a karaktere. Igen. Tehát, hogy így nem volt. És hogy itt viszont abszolút nem tettek semmi olyat, amivel ezt a karaktert rosszabbá tették volna, mert nem nagyon lehet ilyet csinálni, hiszen annyira nulláról indulunk, és eddig minden, amit Sauronnal tettek, az nekem tetszett, és kifejezetten érdekes. A probléma az ugyanaz, mint az első évadnál, hogy a többi sztori szál nem mindegyik ugyanolyan érdekes, és nem értem feltétlenül, hogy miért kell ezzel foglalkozni, miért kell ennyit foglalkozni. És tényleg őszintén remélem azt, hogy ezek majd azért egy irányba mennek. Mert a Trónok harcában is ugye nagyon szét volt néha darabolva az egész történetszál, tehát Westeroson is, vagy 5 vagy 6 különböző szál futott, ugye Daenerysről már nem is beszélve, de azért ott lehetett sejteni azt, hogy ezek egy idő után mind egy irányba tartanak. Itt én még nem tudom pontosan, hogy most a Strangernek mi köze lesz a gyűrűkhöz, vagy a Numenoriak hogy fognak ebbe belefolyni, de remélem, hogy ott is azért történnek legalább érdekes dolgok. Hát valahol összeérnek majd talán ezek a szálak, de ha nem, egyébként az se baj, csak valamilyen szinten nyilván úgy történet szintjén. Tehát nem azt akarom, hogy így egy ilyen Avengers Assemble jelenet legyen, hogy az összes karakter egy jelenetbe. Portálon ott előmászik mindenki, még Gollum is valahogy. Igen. Így a Stranger megtanulja használni ezt a képességét, és akkor ő lesz a Dr. Stranger. Ezt rűntöttem. Az lesz a vége, hogy felveszi a kalapot. Fine, I do it. Felveszi a szakállat. Igen. A szürke szakállat. Igen. De, ja, hogy így
tehát így dramaturgia szintjén így valami kösse őket össze, nekem annyi elég lenne. Úgyhogy legalábbis a Stranger-t, én ott nagyon kellene ez, hogy valami kapcsolja őket össze. De úgyis majd 10 év múlva meglátjuk. Jó. Gergő, bármi záró akkord? Én nekem egyelőre még nem szállt el a lelkesedésem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan viszik tovább ezt az évadot, meg hogy tényleg amúgy mi az, amit még tudnak fokozni, mik azok az interakciók, amiket még nem láttunk, és amik még hátra vannak. Nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon kellemes minden heti program, amíg tart az évad, ugye így, hogy egyszerűen ugye kidobtak 3 epizódot, hogy legalább az a 6-7, amíg ezt lehet nézni, addig mindig van egy kellemes órám, legalább a héten. Ja, úgyhogy azt mondom én is, hogy nem váltja meg a világot csak látvány szintjén, de úgy tényleg, meg hangulat szintjén, és én örömmel nézem, és tud olyan váratlan húzásokat kiadni magából, ami szerintem kicsit ilyen weird, nem ilyen fókuszcsoportozott döntésnek tűnik, hanem tényleg egy merészebb írói húzás, és ha ilyenek még lesznek a későbbiekben, akkor én annak örülni fogok. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Igyekszünk tehát akkor valamikor hamarosan jelentkezni majd a 4. résznek a kibeszélőjével. Egyébként nekem lesz majd egy ilyen 9-10 napos nyaralásom, akkor biztos, hogy nem fogok részt venni azokban a kibeszélőkben, de remélem, hogy a többiek majd igen. Ez szeptember vége fele várható majd. Az utolsó részre szerintem már mindenképpen vissza fogok térni. Jelen áll szerint az október 3. Kelet felül? Kelet felül, igen, pirkadatkor. Úgyhogy akkor tartsatok velünk a jövőben is, addig is pedig minden jót kívánunk nektek, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!